Kegyelem, irgalom és szeretet adassék nékünk bőségesen, ami mennyei atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ünneplő gyülekezet, beiktató, háladó együttlétünket a 150. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Ünnepi együttlétünket a 165. dicséretünk mind a 6 versét énekelve folytassuk. 165. dicséretünk mind a 6 versét énekeljük. Első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jeltek őt imádni. Színed előtt ezen a szombat délelőttön azért, hogy együtt örülhessünk az érsek családiak örömével, hogy lelkipásztort adtál nekik, és
megismerhették őt az előző időkben, és íme a megválasztása után eljött az ünnepélyes beiktatás pillanata is. Kérünk, hogy őt, szeretteit és munkatársait, gyülekezetét áld meg úgy, hogy igéd és lelked tükröződjék vissza életükön, szolgálatukon, hogy úgy forgolódjanak a közösségbe, hogy az növekedjen, erősödjék, bátorodjék, vigasztalódjék a te országodban való élésre, hogy mindenki, aki megfordul egy gyülekezet közösségében, megérezze szolgálatáról, hogy a te embered és a te küldötted ő, hogy neked gyűjtsön kedves népet. Kérünk, hogy így adj most is nekünk igét, szívünkbe, lelkünkbe, vezess szent lelked világosságával, adj nekünk lehetőséget arra, hogy egymás hite által épülve a te neved dicsőségére élhessünk. Légy itt közöttünk, áld meg bennünket, fejlődjét adni, azt megérdemelnünk, hogy kérni tudnánk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten igéjét a mai újszövetségi ige szakaszból olvasom Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből, a negyedik rész első öt verséből. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében, a negyedik rész első öt versében így szól hozzánk Isten igéje. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elővele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Szeretett testvéreim, amikor Potorán Gábor testvérünket iktatjuk be a érsekcsanádi gyülekezet szolgálatába, akkor az a szerencsés helyzet áll elő, hogy már nem az első alkalommal találkoztak vele, megismerhették az elmúlt esztendőben a fordulását, és ahogy láttam ide érkezve, sok szép jelét láttam annak, hogy valóban ez a gyülekezet megpróbál újulni, tovább élni, őseinek hitével jól sáfálkodni. De talán keresve sem tudtam volna jobb igét találni, mint amit a Bibliaolvasó kalauz ad elénk a mai napon egy lelkipásztor beiktatásához. Most is ezt kérem Hotorán Gábor testvérünktől, hogy ne rám és ne csupán az emberi biztatásokra, jókívánságokra tekintsünk, hanem az igéből találjuk meg szolgálatának az alapozását, és kívánom neki, hogy ezen a kősziklán épüljön tovább és növekedjen hite, szolgálata, ereje, közösséget, gyülekezetet, pásztoroló bizalma. Nagytiszteletű lelkipásztor úr, az érsekcsanádi református egyházközség lelkipásztori állása átválasztás folytán megüresedett. Erre a lelkipásztori állásra önt, Otorán Gábor Jánost, az érsekcsanádi református egyházközség presbitériuma meghívta, az egyházközség közgyűlése egyhangulag megválasztotta. A választás ellen törvényes időn belül fellebbezés, észrevétel nem érkezett, így koncesszáját, a gyülekezet lelkipásztori szolgálatban való helyének elfoglalását megkapta. Kedves nagy tiszteletű lelkipásztor úr, így ezen a mai napon, e szent hajlékban az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten nevében beiktatom az érsekcsanádi református egyházközség lelkipásztori tisztébe. Ennek jeleképpen átadom a templom kulcsát és az egyházközségnek a pecsétjét. És átadom a jelenlévő lelkipásztorok által aláírt, jegyzett Bibliát.
Kedves nagy tiszteletű lelkipásztor úr, arra kérem, hogy szolgáljon Isteni ígéjével és a sákramentumokkal Isten népének e helyen, és legyen hű és igaz sáfára az eklézsiának, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. Kicsit közel legyen, Gábor. Ezt mondja az Úr, szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vedlek meg. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Új és éles fogú cséplőszánnál teszlek, hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává, feldobod őket és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket, te pedig újongani fogsz az Úrban, dicsekedni fogsz Izrael szentjével. Amen. Most pedig a jelenlévő lelkipásztorok egy-egy igével kérlek áldást a beiktatott lelkipásztorra. Jézus mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök maradandó legyen, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megkapjátok. Amen. Mivel ragaszkodik hozzám, megőrzöm őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Amen. Annak okáért mi is, hogy a bizonyságnak így nagy felege lesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézzél a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra, aki keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének trónjára ült. Kedves Gábor barátom, mint volt teológiai évfolyam társad, hozom a Debreceni Református Egyházmegye, valamint az Újléti Gyülekezet köszöntését a következő igei áldással. Maga a reménység Istene töltsön be téged teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködj a reménységben a Szentlélek által. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked, Istenünknek, az Úrnak házáért is. Jót kívánok neked. Amen. Légy erős, légy férfi, tartsd meg, amit Istened az Úr rád bízott, járj az ő útjain. Tartsd meg döntéseit, rendelkezéseit, parancsolatait, intelmeit, mindazt, amik megvannak írva Mózes törvényében, és akkor boldogulsz mindenben, ahová fordulsz, és mindenben, amit teszel. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Úrunk Jézus Krisztus által dicsőség, erő, fenség és hatalom, most és mind örökké. Amen. Az Úr mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével. Ámen. Isten áldjon. Vedd az Úrra a te terhedet, és ő gondot visel rád. Ő nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Ámen.
légy hű mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ámen. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, mert jó az Úr. Örökké tart szeretete, hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. Amen. Aki az Urat féli, annak erős oltalma van. Amen. Így szól az Úr, légy bátor és erős, semmit ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened, mindenben, amiben csak jársz. Amen. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Jézus pedig mondanéki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Járjatok elhivatásotokhoz méltóan, amellyel elhivattatok. Amen. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, ne is reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, ami tápláltatásunkra, hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, úgy legyen. Világoltasd orcádat a te szolgádon, Uram, tarts meg engem jó voltodból. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg, ó Uram, hűséges Isten. Amen. Isten áldja az Urat. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Amen. Járjatok szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett titeket. Amen. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak ide küld az Úr áldást és életet mindenkor. Amen. Sok erőt is találjon. Mondd a foglyoknak, jöjjetek ki, és a sötétségben lévőknek, gyertek világosságra. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi. Amen. De akik az Úrban bíznak,
azoknak erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak meg soha. Amen. Sok erőt. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Amen. Isten áldó szeretete legyen mindannyiunkon, hogy az elhangzott ígék a jó kívánság szavával, erejével és Isten áldásával legyenek az új beiktatott lelkipásztoron és a gyülekezet közösségén. Most az áldásmondások után a 278. dicséretünk 8. versét énekeljük. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, lelkész beiktató, háladó Isten tiszteletünk további részében ünnepi egyházközségi közgyűlést tartunk, melyet a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye elnöksége, elnöktársam nagytiszteletű Hegedűs Béla Esperes úr nevében is megnyitok. Kedves nagytiszteletű úr, ünneplő gyülekezet, a közgyűlésünk egyetlen egy napirendi pontja, a beiktatott lelkipásztor úr köszöntése. Nagytiszteletű lelkipásztor úr, kedves Gábor! Tisztelettel és szeretettel köszöntelek a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye egész közössége nevében lelkipásztori beiktatásod alkalmából. Már egy esztendeje is elmúlt annak, hogy az érsek csanádi gyülekezet lelki vezetőjének kért fel, és te családoddal együtt engedtél a hívó szónak, Isten rendelését látva és érezve e meghívásban. Mert hivatásod és fogadalmad szerint fontos számodra Isten népének pásztorolása. Magad így vallottál nekem a szolgálatról, idézem. Az Úrtól kapott lelkipásztori elhívásom elsősorban gyülekezeti szolgálatra vonatkozik. Vallom, hogy Isten az igéjének hirdetése által gyújt világosságot az emberi szívekben, így a szolgálatnak kell állnia a gyülekezeti élet középpontjában, e törekvés csupán támogatják az egyéb egyházközségben megvalósuló események. Idézet vége. Úgy gondolom, e néhány mondat minden lelkipásztornak egy életprogramot meghatározó törekvése lehet, sőt kellene lennie. Pedig Istentől kapott talentumaid, kiváló iskoláid, akár a tudományos pálya felé is vihettek volna. Noha ez még ezután is megtörténhet. Hiszen ösztöndíjak, tudományos versenyek és kutatóprogramban való részvétel fémjelzik tanulmányi munkádat és eredményeidet. Széles körű érdeklődésed és kutató munkád során nem csak a doktori fokozat megszerzése előtt állsz, de számos tudományos írásod, szakfordításod jelent meg, gazdagítva ezzel egyházunk gyülekezetépítő munkáját. Veled együtt hisszük, sőt tudjuk, hogy Istennek most itt van terve veled, ebben az erős, hitéhez, hagyományaihoz ragaszkodó gyülekezetben. Szolgálatból szolgálatra érkeztél. Előző szolgálati helyed jó részt a Szeged Honvéd Téri Református Egyházközséghez kötött.
Ott, mint beosztott lelkész, a gyülekezeti élet minden területén jártasságot szereztél. Ez a lelkipásztori tapasztalat bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy az érsekcsanádi gyülekezetben eltöltött időben jó bizonyságát adta családoddal együtt annak, hogy a gyülekezeti élet egészét a szíveden viseled. És ebben a szolgálatban nem idegen tőled, akár a fizikai munka fárasztó, de egyben lelket nemesítő cselekedete sem. Így vettél részt a templom környezetének megszépítésében is. Mert így módon is egyé kívánsz lenni a tiéddel, e sok áldozatra kész szerető gyülekezettel. Ezek a történések kapcsolják össze láthatatlan, de erős szálakkal a pásztort és a nyájat. A lehajló szeretet, az odaszálló fáradozás egyé forrasztja a gyülekezet tagjait, közösséggé, Isten népévé formálja a lelkeket. És lehet-e ennél többet várni? Lehet-e ennél többet tenni? Úgy hiszem, emberileg szólva, ez az igazi egymásra találás lelkipásztor és gyülekezet között. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, kedves nagytiszteletű úr! Végezetül hadd kívánjak áldást a gyülekezet és a te közös utadra, Isten igéjével, Pál apostol Filippiekhez írt levele alapján a 4. rész 8. verse, a következő 8. versében a következőképpen olvassuk az igét. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Kedves nagytisztelet úr, Isten áldása legyen életeden és családodon, tegye áldottá minden szolgálatodat az érsekcsanádi gyülekezetben, hogy odaszánt életed és munkád gazdag gyümölcsöt teremjen Isten dicsőségére ebben a közösségben. Isten áldjon meg téged és kedves nagytiszteletű asszonyt, hitves társadat, kedves gyermekeidet, Miriamot, Grétát és Simont életetek minden idejében. Kedves testvérek, most pedig hallgassuk meg a gyülekezet gyermekeinek köszöntését. Hogy mindig te rád nézzenek, minden nap erőt nyerjenek, soha el
ne csüggedjenek, hogy mindenkit szeressenek, hogy jó példát mutassanak, hasznos tanácsot adjanak. Kedves tiszteletes bácsi, kedves tiszteletes nénik! Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, legyen veled az Isten, kérjük, kísérjen el. Kérjük, oltalmazzon meg, és adjon néked erőt, utadon vezessen, formáljon, szeressen, legyen a te őriződ. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, Isten, tegye jóvá az Isten, amit te rontasz el. Kérjük, ragyogja a lényen lábad elébe a fényt, lásd meg, hogy utatok isteni oltalom vigyázz rád és szeretne tőled. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, legyen vigasztalásod, ha majd szenvedni kell. Legyen erőt szeretni, utolsó lenni, ha kell, szívesen szolgálni, hálával áldozni, Jézusra mutatni fel. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, öröm kísérjen végig, amíg úton leszel. Boldog lehess, és érezd, hogy a te érted övé, és érezd, hogy szeretünk, szívünkkel kísérünk, életed céljára. Nyugodt kívánunk ma neked, e napon, szép napon, legyen áldott életed, gazdagon. A jó Isten napsugara, árasszon fényt az utadra, énekünkkel köszöntünk boldogan. Köszönjük szépen, és most pedig felkérem a gyülekezet kurátorát, főgondnokát, kis Kálmán testvéremet, hogy adját a gyülekezet és a presbitérium köszöntését. Nagy tiszteletű lelki pásztor úr, a presbitérium és a gyülekezet nevében én is sok szeretettel köszöntöm beiktatásra a Horpalbából. Örömmel fogadtuk, hogy immár egy éve elfogadták a presbitérium felkérését, és meglátták helyüket a tanári gyülekezetben közöttünk. Jó volt látni, hogy a pásztor nélkül maradt közösség újra gyülekezetté formálódott. Külön hálásak vagyunk, hogy kedves feleségének szívében is ilyen erős vágyat helyezett az Úr a gyermekek közt végzett szolgálatok iránt. A gyülekezeti tagok visszajelzései alapján állíthatom, hogy az egyházközség befogadta és szereti a nagy tiszteletű urat és kedves családját. Mindez megmutatkozik talán abban is, hogy vasárnapról vasárnapra egyre többen hallgatják Isten igéjét. Mindannyian azt szeretnénk, hogy Isten igéje és a Szentlélek építse egybe az ő érsekcsaládi és sükösdi református népét. E cél megvalósulásában úgy tapasztalom, a beiktatott lelkipásztor és a presbitérium válvetve tud együtt munkálkodni. A gyülekezet gondnokaként arra buzdítom, hogy az ön által megkezdett gyülekezetépítést és az evangélium hirdetését mindennél fontosabb feladatának tartsa. Ehhez bátorításul a következő ígét szeretném az ön szívére helyezni. Mert nem a félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonságtételét, hanem együtt szenvedj az evangéliumért, Istennek hatalma szerint. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. És szeretném átadni egyben köszöntés mellett az egyházközségünk ajándékát. Gratulálunk beiktatás alkalmából, és minden jót kívánunk az életére és a család életére. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, most felkérem a beiktatott lelkipásztor urat, hogy válaszoljon a köszöntésekre. Szeretett gyülekezet, tisztelt lelkésztársaim, kedves vendégeink!
Hálásan köszönöm feleségemmel együtt ezeket a buzdító és bátorító köszöntéseket, áldáskívánásokat, holott tudom, hogy enyém csupán az orcán pirulása. Köszönjük a szép ajándékokat is a gyülekezet részéről. De azt is el szeretném mondani, hogy a leghálásabbak azért vagyunk, hogy Isten megengedte, hogy feleségemmel együtt egy hatalmas szolgálatban részesülhessünk, az ő igéjét hirdethessük. Hálásak vagyunk azért, hogy sok imádság és belső küzdelem után, de megláttatta velünk az ő döntését, és ide vezényelt bennünket az érsecsanádi gyülekezetbe és a Sükösdi Társegyház községbe. Ez egy hatalmas ajándék Isten részéről. Így vettük ezt eddigi szolgálati helyeinken is, helyünkön is, és így fogjuk ezt venni ezek után is. Köszönjük azt, hogy a gyülekezet az első pillanatoktól kezdve a bizalmába fogadott bennünket, és úgy érezzük bőrünkön tapasztalva, hogy a tenyerükön hordoznak bennünket egész családommal együtt. Minden feltételt biztosít a nyugodt, békés gyülekezetépítéshez. Az elmúlt majd egy esztendő alatt már sok mindent megláthattak belőlünk, személyiségünkből, gondolatainkból, de a legfontosabb remélem nem maradt figyelmen kívül, hogyha sokszor magunkkal birkózva is, de azért küzdünk, hogy Isten igéje minél egyértelműbben, világosabban és érthetőbben hirdettessék ebben a gyülekezetben, annak minden rétege és korosztálya számára. Hisszük azt, ahogyan egyházmegyei főgondnok úr is mondta, hogy Isten úgy rendelte, hogy az ő gyülekezetét, mint gyülekezetépítő mester, az ő igéjének, evangéliumának hirdetése által építse fel szent lelkével. Ezért ez a legfőbb célunk, hogy ennek mi ne legyünk akadályai. Szeretném, hogyha gyülekezet minél mélyebben megismerné Isten csodálatos tulajdonságait, az Úr mi jellemét, és erről szóló bizonyságtétel hangozna úgy a szószékről, mint a bibliaórákon, az otthonaitokban, a gyermekek közötti jókedvű, felszabadult hittanórákon, a családi napokon, gyülekezeti kirándulásokon, és meg annyi helyen, ahol Isten erre kegyelméből lehetőséget készít. Szeretett testvéreim, úgy látom, mindannyiunknak a legnagyobb szüksége Jézus Krisztusra van. Jézus Krisztusra, aki örömét leli abban, hogy bűnös, ellene talpig felfegyverkezett emberekből, akik más nem érdemlünk, nem érdemlek csupán a kárhozatot, az ő családjához tartozókat készít és ad a gyülekezetünknek. Hiszem, hogy erre a Krisztusra van szüksége, aki szeretetével bevilágít a mi életünkbe, ott kivilágítja az előttünk álló utat, értelmes, boldog célt ad, az örök élet bizonságát ajándékozza a mi szívünkbe. Erre a Krisztusra van szüksége gyülekezetünknek, de nem csak itt, hanem egész református anyaszentegyházunknak is. Ahhoz, hogy jó pásztorotok lehessek, arra van szükség, hogy ahogyan Síposete Zoltán nagy tisztelt úr is mondta, Istent minél jobban szeressem, és szeressem azokat is, akiknek őróla kell bizonyságot tennem. Magamtól erre nem vagyok képes. Magamtól erre képtelen, hogy én erre vállalkozhassak. De hiszem, hogy ha ez így történhet, ez az Úr csodája és ajándéka. Mint koldus szeretnék előtte állni kitárt karokkal, hogy ő adjon világosságot, bölcsességet a tanításra, a vigasztalásra, a bátorításra, ha kell pedig a feddésre, hogy a főpásztor szolgájaként védhessem a nyájat, és ne véres módjára aludjak közöttetek. Isten szeretete nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Isten szeretete az igazsághoz való elkötelezett ragaszkodás nélkül nem érthető meg. Ezért legfőbb vágyam az, hogy az igéje által ez az igazság itt is, az én szívemben és a gyülekezetben is továbbra is felragyoghasson, és a szeretetben tudjuk elfogadni, szeretetben tudjon bennünket átformálni. Szeretett testvéreim, imádkozunk azért, hogy minél többen találkozzunk először vagy újra ezzel a Jézus Krisztussal. Ez az ige hangozzék a róla szóló bizonyságtétel a gyülekezet minden tagjának számára.
Miközben ezért küzdök feleségemmel, kérem a gyülekezetet, lelkipásztor testvéreimet, hogy könyörögjenek érettünk, hogy soha se feledjük el, Isten kegyelméből vagyunk, akik vagyunk. Szeretnék egy igét is a gyülekezet szívére helyezni, amely úgy érzem, hogy a békesség Istene által, mint egy kijelöli a mi utunkat, az ő tervét itt, ebben a Szent Eklézsiában, a Filippi levél 3. fejezetéből. Krisztus lakék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Köszönöm a gyülekezet szeretetét, befogadását és a kedves vendégek gondviselő jó kívánságait és szintén békesség kívánásait. Végezetül felkérem elnök társamat, nagy tiszteletű Hegedűs Béla esperes urat ünnepi nyilvános közgyűlésünk bezárására. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ez az alkalom és minden gyülekezet és lelkipásztor egymásra találásának alkalma valóban örömteli perceket hoz, és örömteli percekkel tölti be a jelenlévőknek a szívét, lelkét. Ahogy hallottuk már, egy év próbaidő volt nagy tiszteletű úr és a gyülekezet számára, hogy egy kicsit megismerjék egymást, és az a döntés, ami megszületett, és a presbitérium a gyülekezet részéről kimondatott, hogy Otorán Gábor János nagy tiszteletű urat meghívják a gyülekezet lelkipásztorának, az valóban a próbaidő leteltével úgy tűnik, hogy tovább folytatható. Annál fogva is, hogy beítattuk a lelkészt. Én azt kívánom a gyülekezetnek is, és a nagy tiszteletű úrnak is, hogy ami az egy esztendőben egy kicsit ismerté vált, az legyen még inkább ismerté, hogy a nagy tiszteletű úr ige hirdetése, szolgálata a gyülekezetben Jézus Krisztus jelenlétét erősíti, és a presbitérium, a gyülekezet imádságos szívvel és lélekkel legyen valóban ne csak háttérként, hanem társként a nagy tiszteletű úr és kedves felesége családja mellett, és itt az érsekcsanádi gyülekezetben a további szolgálatában, az elődök szolgálatát továbbvíve hirdesse az evangéliumot, hirdesse Jézus Krisztusnak a jó hírét, és életével, szolgálatával ezt tudja megvalósítani. Természetesen egy ember, egy család mindig kevés ahhoz, hogy a szolgálat teljessé legyen. Az érsekcsanádi teljes közösség, az érsekcsanádi gyülekezet a lelkipásztorral együtt kész lehet, és kész kell, hogy legyen arra, hogy itt, érsekcsanádon is a Krisztus evangéliuma újra és újra megszólalhasson. Ehhez legyen erő, és ehhez legyen ez a nap, mint egy elindítója annak, hogy lehet együtt szolgálni, lehet együtt tovább indulni. Így áldja meg az Úr a lelkipásztort, így áldja meg az Úr a gyülekezetet, és ezekkel a gondolatokkal ezt a mai közgyűlés erészét immáron bezárom, és tegyünk eleget gondnok úr hívásának. Kedves testvérek, a 105. Zsoltárunkat keressük ki, és a 105. Zsoltárunk első és második versét énekelve zárjuk közgyűlésünket, együttlétünket, majd utána elénekeljük közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és fennállva fogadjuk Peter D. Dániel püspök helyettes úrnak az áldását. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok!
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen.